A diákoknak érdemes már ezekben a napokban kérni regisztrációjukat az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, hogy minél hamarabb megtalálják őket azok a munkáltatók, akik a nyár folyamán szívesen alkalmaznának tanulókat. A diák munkaprogramnak köszönhetően idén a kormány országosan mintegy 3 milliárd forintból támogatja az önkormányzatok mellett a turizmus, a vendéglátás vagy a mezőgazdaság területén működő vállalkozásokat, hogy a tanítási szünet alatt jövedelmet és tapasztalatot szerezhessenek a nappali tagozatos 16 és 25 év közötti fiatalok. Gyakorlatilag már eljutottam arra a pontra, hogy nagyjából bármilyen munkát elfogadnék, ugyanis nagyon-nagyon nehéz most diák munkát találni Egerben. A legtöbben így ismerősök révén vagy mások ajánlásával szereznek valamilyen munkát, de azt is így általában nem túl hosszú távra, úgyhogy igazából jó lenne egy stabil, biztos munkahelyet találni, ami hát azért úgy viszonylag rövid idő lefolyása alatt végezhető és úgy megérős, mert hát nyilván szánni kell időt így nyáron a szabadidő eltöltésére is és bulikra is. A diák munkaprogramnak köszönhetően Heves megyében közel 500 fiatal találhat neki megfelelő munkát. Közel 70 millió forint áll rendelkezésre a programra. A garantált bérminimum, illetve a minimálbér itt a mértékadó. Az önkormányzati foglalkoztatásnál 6 órás foglalkoztatás lehet maximum, a versenyszférásnál 8 óra, de mind a kettő lehet akár 4 órában is foglalkoztatva, és nem csak 2 hónapban, hanem rövidebb időtartamra is. A munkáltatók július 1-től elektronikus úton nyújthatják be munkaerőigényüket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz. A nyári diák munkaprogramról bővebben a képernyőn látható weboldalon tájékozódhatnak.